Hello, hello! Sziasztok srácok! Itt The Don Bills! A mai részben pedig ezt a Suzuki DT1000 XT-t fogjuk kipróbálni. De kezdjünk hozzá! Most amíg nem indulunk el, addig gyorsan elmondom, hogy mit érdemes róla tudni. Durván 1000 köbcenti, 90 fokos DOHC, kéthengeres motor, kényelmes, van benne minden három betű, ABS, ESR, traction control, kipörgésgátró, hát ebben minden gyakorlatilag, ami elektronikát el lehet képzelni. És lassan el is indulunk. Ja, és a legszebb, amit most viszont éreztem is, az az elektromos gázra segítő, alacsony fordulatnál megemeli a gázt egy kicsikét ez is, és így könnyebb vele elindulni. És úgy szintén lecsukjuk a sisak plexit, és hogyha beállítottam volna a tükröket, akkor még látnék is benne. Szóval így az első olyan motor, amiben kényelmesen lehet látni, és a 196 centimmel rettenetesen kényelmesen tudok rajta ülni. Ajaj, hát lehet, hogy bemehettem volna, de nem rizikózunk. Tesztmotorról van szó, ezzel nem szeretnénk összetörni. Szóval nagyon, nagyon szépen kényelmesen lehet vele váltani. A few moments later. Na most, ahogy látom, alapból van rajta egy 12 voltos kimeneti csatlakozás. Ez igazság szerint ilyen GPS-eknek, itt van pont előttem, ilyen GPS-nek, egyéb dolgoknak marha jó. Legalább nem kell pluszba beépíteni. Elvileg van benne egy ilyen 5 geometriájú fékezés rásegítés. Bár ugye most mondom, a taparás segítés, ez ki van kapcsolva. De nagyon kényelmesen motorozható egyébként. Most itt még a teszt előtt beszélgettem többekkel, akik elvitték ezt a motort már egy tesztvezetésre. Ők azt mondják, hogy egy kicsit kényelmetlen. Hát nem tudom. A rugó útak nagyon jók. Nagyon jól felveszi az útnak az egyenetlenségeit. Abszolút nem ráz, nem döcög. Tehát azért kényelmesen lehet vele menni. Most nyilván itt a srácokkal nem fogom tudni felvenni a versenyt, mert azért az ő motorjuk egy kicsivel erőteljesebb. Most elvileg ilyen sportmódokat, meg túramódokat, meg ilyeneket be lehet rajta állítani. Hát én nem nagyon szeretnék most ezekkel gépészkedni, mert egyelőre még hát meg kéne gyorsan tanulnom, hogy hol mi van, de amúgy a szokásostól eltérően szerintem semmi nincsen rajta. Hát ilyen alacsony tempónál azért kéri a hármast, mint általában minden más motor. Széria felszerelésben ez az 1000-es XT, ez tömlő nélküli gumikkal és küllős kerekekkel jön, amik még jobban elnyelik az úthibákat. Tehát ez egy hatalmas plusz a Suzuki részére. A másik ilyen dolog az pedig az, hogy széria felszerelésből ez a gép érkezik a fékkar kuplunkkar védőkkel, érkezik egy has és ekélydommal, ami eddig ugye plusz volt minden ilyen motornál, illetve a szabadon állítható első szélvédővel, vagy hát plexivel. Tehát ez mind benne van gyakorlatilag a gépnek az alapárában jelenleg, és emiatt egy kicsit komfortosabb. Ja, és majdnem elfelejtettem, gyárilag érkezik kormányfűtéssel, tehát kormánymarkolat fűtéssel érkezik ez a motor, ami ugye azért nem kell ecsetelni, jól tud jönni egy hosszabb túrán, hidegebb motorozáskor, egészen kellemes élményt tud biztosítani, amikor a kezed nem fázik mondjuk feltétlenül. Most ha jól emlékszek, akkor elő van rajta egy 19 colos kerék, hátul pedig egy 17-es, ezáltal eléggé kiegyensúlyozottá válik ez a motor. 130-ig egészen kényelmesen el lehet vele poroszkálni. Utána egy kicsit rázósnak érzem, de aztán ez lehet, hogy csak én vagyok. Olyan durván 12 000-re tudna pörögni ez a gép. A motornak a nagysága, magassága az ilyen mozgathatóvá teszi, úgymond, hogyha egy ilyen erősebb oldalszél van, mint jelenleg ebből az irányból. Tudja azért dobálni. Szóval a kormány mozdulatokra nagyon jól reagál. Fogyasztási adatokat most nem nagyon akarnék mondani, mert nem nagyon tudok én se. Igazából egy plexi magasítással egészen kényelmes és motorozható gépet kapunk, már hogyha valaki magasabb, mint mondjuk én,
vagy közel ugyanekkora. Bebújva a plexi mögé igazából adott esetben szelesebb, mint hogyha nem bújsz be. Viszont nem fárad el benne a kezed. De az, hogy ezt meg személyre lehet szabni, és nagyon kellemes túratempókat lehet vele motorozni, az egy külön élmény. Igazából egyelőre ez nekem jobban bejön, mint a GSX-F. De mondom, bár ezt is, a másikat is, azért elfogadnám. Tehát nem mondanám, hogyha nem kapnék egyet huzamosabb tesztelésre, ha esetleg belemegy a Suzuki, és látják ezt a videót, akkor szerintem nagyon boldoggá tudnának tenni vele. Csodálatosan megy. Nagyon kis kényelmes, nagyon egyenletes, kiegyensúlyozott. Tehát az úthibák, mint hogyha nem lennének. Most ez azért Magyarországon nagy szó. Főleg egy olyan motortól, ami gyakorlatilag túrázásra, hegymászásra, meg a világ végére való elmenetelre készült. De hát igen, azért ez egy marha kényelmes motor. Hát, ennyi lett volna a saját véleményem erről a motorról, srácok. Ha véletlenül tetszik, vagy szeretnétek egy ilyet magatoknak, ne habozzatok, keressétek fel bármelyik Suzuki kereskedést, és nyugodtan vegyetek egyet. Alkatrész van hozzá, szervizelése az teljesen jól ellátott, tehát szerintem nagyon mellé nem lehet vele nyúlni. Már ami ezt az árkategóriát érinti. Hát ennyi lett volna, srácok, ez a videó mára. Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor iratkozzatok fel nyugodtan a csatornámra, és nyugodtan lájkoljatok, kommenteljetek, kérdezzetek, lehetőségekhez mértem megpróbálok mindenre, hogy azonnal válaszolni, amint tudok. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, motorozzatok óvatosan, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!